Balatonfűzföld ott otthont a 2020-as Trap vegyes páros és ifjúsági országos bajnokságnak. A verseny Szabó Péter korábbi koronglövő szakágvezető kitüntetésével kezdődött. Az életműdíjat kapó sportvezető szervezte az utóbbi években a 6-800 általános iskolás gyereket megmozgató Görgei kupát, és a fiatalokat most is a sportág megismerésére buzdította. Könnyebb most a helyzetük, mert a lakóhelyük környezetében könnyebb találni lőteret, mint a régebben. Sok lőtér van, sok olyan hely van, ahol akár a koronglövéssel, akár a pontlövészettel ismerkedni tudnak. És én azt hiszem, hogy ez minden fiatalt, vagy a fiatalok jó részét megfogja, hogy lövészsport, hogy a cél, az egyéni eredmények elérése, ez ugye nem csoportsport, és itt nagyon fontos az egyén, és ahogy mondtam is az előbb, azért fontos, mert ez fegyelemre, koncentrációra tanítja a fiatalokat. Mindenképpen azt mondom, hogy keressék a lőtereket, ismerkedjenek ezzel a sporttal, mert nagy lehetőségeik vannak előttük a nemzetközi versenyen is, akár az olimpián, vagy világkupákon is. A Trap vegyes párosok országos bajnoka Tóth Zoltán és Jóna Bernadett lett a Noszlopi Lövészegylet színeiben. Az alapversenyben és az aranycsatában is megdöntve a magyar rekordot. Az ezüstérmet Pongrász Bianca és testvére, ifjabb Pongrász Pál szerezte meg. Úgy jöttem ma le, hogy ez egy annyira klassz dolog számomra. Én ugye annó, amikor kezdtem, együtt lőhettem az édesanyámmal, aki akkor még aktív versenyző volt, és igazából nem gondoltam még akkor, hogy egyszer együtt fogok lőni, ráadásul egy olimpiai páros számot ugye a bátyámmal. Nekem ez egy nagy ajándék, és nagyon örülök neki, független az eredménytől. Két szó, erőt ad. A testvérpár édesanyja a többszörös világ és Európa bajnok Vasvári Erzsébet, ami áldás és kicsit hátrány is a gyermekei számára. Mind a kettő, mert egy ilyen belépővel az ember megkapja azt a figyelmet az elején szerint, amire szüksége van, vagy azért bármit csinál, végighallgatják, megnézik, tehát jobban kinyílnak az ajtók. Nehézség viszont feltétlenül az, hogy mindig ahhoz a teljesítményhez mérik, ami munkánkat versenyzőként, vagy edzőként, oktatóként, ahogy tetszik, amit ő véghez vitt, és ugye most volt neki az 50 éves jubileum, kapott egy gyönyörű díjat, elismerést az életműként. Hát ahhoz sajnos egyelőre azt gondolom, amit mi nyújtottunk, nem fogható, viszont ami közös mind a hármunkban, erről többször beszéltünk vele, és azt gondolom, hogy ez a lényeg, hogy amit csinálunk, azt szívből csináljuk. Az előző két év győztesei, Csenkei Sándor és Csenkei Pap Ida, a kevés felkészülés miatt ezúttal az esélytelenek nyugalmával érkezett, de a bronzérem így is összejött nekik. Arról kérdeztük őket, hogy férjként és feleségként könnyebb, vagy inkább nehezebb jól szerepelni. Biztatjuk egymást úgy, hogy ez inkább könnyebbségen, úgy gondolom, mert kiegészítjük egymást, és spanoljuk egymást, úgyhogy ez így szerintem jó. Ugyanígy érzek, tehát a férjemmel együtt, mert 2 évvel ezelőtt, vagyis bocsánat, 2018-ban volt először megrendezve ez a verseny, és akkor mi nyertük meg, tehát legelső alkalommal, és úgy nyertünk a döntőben, hogy 5.-ként jutottunk be. És egyszerűen az az érzés volt benned, hogy miatta is jobban kell, hogy teljesíts. Tehát ez egy ilyen nagyon jó húzó erő. Azt már kitapasztalták, hogy lövés közben csak saját magukra szabad figyelni. Arra jöttünk rá, hogy nem szabad figyelnie a másikat, mert hogyha a másik hibázik, akkor vonja maga után, hogy utána én is rosszul lövök. Tehát nem, azt lehet esetleg, hogy az ember jó volt velem, és akkor, de egyébként nem szabad figyelni. A testvérpár és a házaspár mellett találkoztunk apa-lánya duóval is az OB-n. Az érintettek szerint ez a felállás már nem feltétlenül javít az elért eredményeken. Nagyon nehéz. Tényleg nagyon nehéz. Mert próbálunk egymásnak megfelelni, de a vitatkozások meg mindig benne vannak, jobban szerintem, mint bárki másnál. Amúgy is állandóan vitatkozunk, így meg még jobban, úgyhogy nehéz. De nem olyan rossz. Engem ugye az érdekel, hogy ő jól lőjön. Most nekem aztán nem azt nem szoroz ebből a szempontból, hogy én hogy szerepelek. De ugye így, hogy egy rotéba is vagyunk, és egymást követően lövünk, így nekem egy picit rossz, mert nem tudom úgy elengedni, mert azt nézem, hogy ő mit lő.